Hát nézze, aki a színészetemet imádja, az aberált. Az Istent kell imádni, nem engem. Én meg nem vagyok Isten. Akik meg engem éles kritikákkal illetnek, azoknak az a bajuk, hogy igyekszem az Istenre és a harmóniára irányítani a figyelmüket. Akik meg aberáltak, vagy ezzel nem törődnek, azoknak ez mindig nagyon fáj. Ezek aztán kritikával illetnek, de ő magukra dobnak követ elsősorban. Hogyan alakult ki ez a mi Istenhit? Tehát már gyerekkora óta kíséri, vagy ez kialakult az évek folyamán az életében? Egy az, hogy a szüleim is és a papnagybátyám is ez irányba terelgettek, hála jó Istennek. De mindenkinek az életében van egy pillanat, amikor el kell dönteni, hogy az Isten mellett, vagy az Isten ellen cselekszik. És nekem is volt egy ilyen időszakom, amikor ugyan gyakoroltam a kereszténységemet, de úgy éreztem, hogy nem teljes mértékben. Azt is megmondhatom, hogy én azt gondoltam, hogy én liberális keresztényként a lehető legjobb életformát választom. Ez hazugság. Ilyen liberális keresztény nincs, olyan sincs, hogy szocialista keresztény, olyan sincs, hogy nacionalista keresztény, mert a keresztény az egyetemes. És az egyetemes értékrend mellé semmiféle más ideológia nem fér. Tehát el kellett dobnom a liberalizmust, hogy tényleg keresztény legyek. És katolikusként én ezt a legjobban tudom megélni. Az Úr imájának a centruma, add meg nekünk a mindennapi kenyerünket ma. Azóta minden nap szentmisére, szentáldozáshoz járulok, ez kötelezettség, ezt nem írja elő az egyházam, hogy ez a minimum, amit el kell érni. Én azt gondolom, hogy ez a maximum, és én igyekszem a maximumhoz kötődni. Úgy kell élni, úgy kell dolgozni, úgy kell megszervezni a napomat, úgy kell megszervezni a külföldi útjaimat, külföldi fellépéseimet, hogy akkor is tudjak szentmisére és szentáldozáshoz járulni. Mert azt mondja, hogy én veletek leszek minden nap a világ végéig. Hát nekem már itt a világ végé. Én minden nap, ma is voltam már szentmisén, szentáldozásom, jó mai nap, kötelező is. Most itt meghalnék, ön előtt maga csak hallelujázott nyugodtan, mert tudatommal nincs halálos bűnöm, hogy irány a jobbik irány, az örök élet. Megfér a Magyarországon ma jelen pillanatban a politika és a vallás? Akik azt mondják, hogy a politika és a vallás nem fér meg, azok hazudnak, vagy tévednek. Ugyanis politizálni annyi, mint a polisszal foglalkozni, a városállammal, az kötelező. Azt lehet jól és rosszul csinálni. Politizálni az kötelező. Hogy maga tőlem kér egy riportot, az politika. Hogy én magának válaszolok, az is politika. Ha maga nem kér tőlem, az is politika. Ha én magának nem válaszolok, az is politika. Minden politika. Minden politizálni annyi, mint a polisszal foglalkozni, a városállammal. Annak legkisebb sejtje a család. A családon belül bármilyen döntésünk van, az politika. Ha azt kérdeznék, hogy mit szeretnék egy születésnapra, az nem esik böjtös napra, akkor azt mondom, hogy vadas, mert az a kedvencem. Az egy politikai döntés. Mert ha szeretik, ha nem, azt teszik. Aki elválik, az is politika. Aki nem válik el, az is politika. Aki a gyerekét rendes helyre iratja, az is politika. Aki elhiszi a hazugságot, az is politika. Aki nem hiszi el a hazugságot, az is politika. Azért félnek a vallástól, mert a vallás az igazságra irányul. És aki az igazságot keresi, az nagyon nehéz becsapni. Éppen ezért próbálják azt mondani, Isten ne verjen számra az Istent tagadók, hogy a vallás és politika nem fér össze. Miért? Náluk az ideológia és a politika összefér. Csak nálunk nem fér össze? Sőt, azt kell mondanom, hogy igazán jól politizálni csak vallásos ember. A nem vallásos ember időnként beletalálhat egy-egy jó politikai dologba, de karakteresen, hosszú távon nem tud jól politizálni. Thank you.
tudunk az ön magánéletéről, most nem a bulvár részére vagyok kíváncsi, de mesélj már egy pár szót az ön család életéről. Én tudom, hogy vannak gyermekei, de többet igazán nem nyílik meg a nyilvánosságnak. Azért nem, mert ők nem szeretik. Ugyanis azt mondják, hogy a mi család életünk magánélet. És az édesapa, a férj úgyis nagyon kirakatban van. Tehát hadd maradjon meg a mi kis szigetünk egy szigetnek. Ezért nem engedek be tévét, újságot a lakásomba. Oda jöhet tévériporter, jöhet újságíró, jöhet politikus, jöhetnek bárki, de ott riportot készíteni, arról riportot készíteni, a lakáskultúra többször fölhívta, hogy jaj, de szép, miért nem, nem, ide nem. Meg mások is, hogy a családján belül, meg a gyerekeiről. A családom azt mondja, hogy nem, akkor nem, kész. Védik a szigetet. Ebben a bolond világban. Én nem védeném ennyire, de ez az ő joguk. Azt kapják-e most a nők a fenevás feminizmusból, amit előír a vallás, vagy hogyan van ez? Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Nézze! Az embert az Isten a saját képmására teremtette férfinak és nőnek. Ha csak a külcsíny lesz fontos, és a belbecs nem, akkor Barbie babát lesznek. Már becézi magát a Barbie. És Jézus és Mária helyett Schwarzenegger testvér, meg egyebek, meg Barbie baba lesznek az idolok. Akik ezt követik, azok nem áldott állapotba kerülnek, hanem terhesek. Fájdalommal olvasom, hogy terhes gondozó. Hát ezért jutott ide az egészségügy tisztelet a kivételnek. Minek a terhet gondozni? Hát a terhet ki kell dobni a szemétbe. Tehát azt írja magáról az egészségügyi intézet legfontosabb helyzet, jelentő állomása, hogy terhet gondoz. Hát olyan gyönyörű a magyar nyelv, legalább ír neki az, hogy várandós gondozó. Aztán, ha valaki Barbie baba, azt mondja, hogy ő terhes. Hát a tehertől a normális ember megszabadul. Ez a feminizmus őrülete. Aki meg egyetemes nő, az meg nem terhes, hanem áldott állapotban van. Lehetőség változtatni ezen a rohanó világon. Természetesen, szabad akaratunk van, rajtunk függ, a kegyelem mindenki felé árad, az a kérdés, hogy elfogadom vagy nem. Igened legyen igen, nemed nem. Olvassuk a könyve könyvébe. Nem a nagy könyvben, mert az egy mennyiségi állapot, ez egy minőségi állapot. A könyve könyve a Biblia. Abban azt olvassuk, hogy igened legyen igen, nemed nem. Lefordítom. Az igened legyen igen, azt jelenti, hogy a kegyelemről mondjál igen. Nemed nem, az pedig azt jelenti, hogy a kísértés meg nemed nem. Lehet változtatni. Mindig személyesen kezdődik el egy társadalom változása. Nem a társadalom fog hatni az emberre. Nem, mindig az ember hat a társadalomra. A személy. Ezért nem mindegy, hogy egyéniségek leszünk, vagy személyiségek. Mert az egyéniségnek a végcélja a siker, a társág, és azt mindig tömegbe terelik. A személyiség az meg mindig közösségbe vágyik. A színészet hogy fér meg ezzel, ebbe a mai világba? Hát miért a maga mestersége hogy fér meg ezzel? Minden mesterséget lehet jól és rosszul csinálni. Aki a szexualitását permahajder módon használja ki, az himringyó vagy prostituált. Aki meg jól használja, az meg anya vagy apa. Ennyi az egész történet. A színészetet is lehet jól és rosszul használni, ezért az arszpolitikám József Attila. Maga József Attila is ezt mondja Thomas Mannnak. Hogy olvasott József Attila Thomas Mannt? Az igazat mond, ne csak a valódi. Tehát az igazság fölött áll a valóságnak. Úgy olvasta József Attila Thomas Mannt, hogy azt mondta, hogy Thomas, hát amit írsz, az nagyszerű, de az még csak krimi. Mert a valóság az, hogy születünk, meghalunk. Az igazság az, hogy van feltámadás. Azaz van katarzis, ahogy a görög klasszikus kultúra kifejezi magát. Van katarzis, van megtisztulás. 2000 év óta ez a feltámadás, a Krisztus fel nem támad, hiába való minden. Tehát
Én nekem el kell játszani egy darabban a negatív vagy a pozitív szerepet is. Ha az igazságra irányul a mű, ha nem az igazságra irányul a mű, akkor nem vehetek benne részt. Mindent lehet jól és rosszul csinálni. És meg kell vizsgálni, hogy mit kapunk, hogy az a munka az Isten dicsőségére, az emberek javára vagy a lelkek üdvére való. Ha nem, akkor le kell mondani, a bármennyi pénzt ígérnek érte. Ki kell ezt csinálni? Mindent lehet jól és rosszul csinálni. A színészetet is lehet. Attól, hogy valaki faddon, húsvétkor elénekli Pilátust, Júdást, vagy bárki mást, aki nem igazán pozitív a passióba, attól még helyesen cselekszik. Mert az egész passió nem arról szól, hogy Jézus meghalt, hanem hogy Jézus feltámadt. Ha arról szól, hogy Jézus meghalt, az még csak krimi. Ha arról szól, hogy feltámadt, az már igazság, az már nem csak valóság, az már nem csak profán, hanem szakrális, tehát igaz. Hát akkor ezt kell tennünk. Maguk sem pofozzák meg azt az ember, Géza bácsi, gyűjön ide, maga volt Pilátus húsvétkor, nem szégyelli magát. Nem csinálják nagyon helyesen. Nem csak Jézust és Máriát kell elénekelni a pasióba, hanem a negatív szerepet is. De ha mű az igazságra irányul, azon belül miért ne? Pozitívat és negatívat is eljátszik az ember. Van itt ugyanakkor egy probléma, hogy pozitívat csak azt tud eljátszani, aki maga is igyekszik a magánéletében és egész életében a pozitív úton járni. Negatívot el lehet játszani pozitív életérzéssel is. Pozitívot negatív életérzéssel nem lehet eljátszani. Volt-e kedvenc szerepe, ami úgy éreztem, hogy a legközelebb, nem biztos, hogy a legjobb film vagy a legjobb színdarab? Hát nézze, ezt kérdést mindig fölteszik. Nem tudom megmondani, mint hogy azt se tudom megmondani, hogy mit szeretek jobban, a színpadot, vagy a filmet, vagy a tévét. Én úgy vagyok vele, mint a gyerekeimmel, meg a szüleimmel. Hát kit szeret az ember jobban, az apját, vagy az anyját, vagy a gyerekei közül melyiket? Hát mindegyiket szereti, teljes szívvel. Mindegyiknek megvan a maga sajátja, a filmnek is, a színháznak is, és a daraboknak is. Nem tudnám megmondani, hogy az Eldorado Európa díja, vagy az Uramistenben nyújtott alakításomra a Chicagói díj a legfontosabb az életemben, vagy a Hídemberben nyújtott alakítás, amire aranyremi díjat kaptunk Houstonban Történelmi Fesztiválon, vagy a 72 katona, amire a harmadik világszínházi találkozón a legjobb színészi alakítás díjat kaptam, a legjobb előadást, külön díj, stb. Vagy éppen a Tartüff, a Molière Tartüffje, amire szintén nemzetközi színházi fesztiválon díjat kaptam. Ezek még mind csak a díjnyertesek. És akkor még nem beszéltem azokról a nagy kedvencekről, mint a Glamour, vagy a 6-3, vagy például a Legényanya, ami itthon is nagy siker volt és díjat kapott, vagy a Csable Csacsi, amelyik a legnézettebb magyar film. Hát most melyiket? Hát ott is egy ilyen nehéz sorsú, szeretnivaló munkásőrt játszom, aki látszik, hogy ha valaki ilyen, akkor milyen. Hát most már tudunk rajta röhögni, akkor meg rettegtünk tőle. Mert megtaláltam a fixa idáját, és azt eljátszottam. De az egészben látszik, hogy az egy nevetséges életérzés. Szóval sok szép szereppel ajándékozott meg az Isten. De ha megkérdezni, hogy mi tanított legjobban ezek közül, azt hiszem, hogy a Hídember tanította legtöbbet. Itthon kevesen értették, mert ilyen a történelem tanítás. 50, 100, 200 év múlva, ha még mindig lesz magyarság, ha lesz Európa, ez a film egyre nagyobb lesz. Mert akkor majd elmúlik talán ez a Barbie korszak, és jobban felfogják ezt a nemes lelkű, tenni vágyó, tenni kész és tevőleges embert, Széchenyit, aki az Úr Jézust követte. Mert a példaképe Szent István volt, Szent István meg az Úr Jézus. Amen. Az három mondatnak a Szent Istvánt eljátszanál? Egy jó filmben, vagy egy jó előadásban, igen. Az István a királyban nem, mert az profán király, az nem Szent István, az humán király, az nem szakrális királyról szól. És inkább Koppánynak van igaza, és én nem faj magyar vagyok, hanem egyetemes magyar. József Attila négy kézlábásznak című verse. Eredete címe más. Négy kézlábásznam előtt van négy sor, a harmadik, negyedik sort nem ismerik.
De az első és a második volt igen. Az eredet. József Attila az Isten itt állt a háta mögött. Az Isten itt állt a háta mögött, és én megkerültem érte a világot. Négy kézzel látszik. Állom Istenem lenézett rá, s nem emelt meg. Ez a szabadságot leérben, hogy lesz még erő lábálni benne. Úgy segített, hogy nem segíthetett. Lehetett láb, de nem lehetett hamba. Ahány igazság, annyi szeret. Úgy van velem, hogy itt hagyod magam.